Jogszabályi és adótörvényi változások, környezetvédelmi előírások, többek között ezekről tartott éves konzultációt tagegyesületi vezetőjének a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szövetsége. Itt elhangzott, közel 5 millió forintos árbevétel kieséssel zárta az évet a megyei szövetség, ami az időjárási viszontagságok mellett részben a taglétszám csökkenésnek is köszönhető, 2009-hez képest ugyanis közel 700-zal kevesebb tagot regisztráltak. A felnőtt horgászok száma véleményem szerint azért csökkent, mert a horgászati lehetőségek is csökkentek. Tehát azok az időszakok, amikor más években jó fogási lehetőségek voltak, azok az időszakok egyes vízterületen egyáltalán nem tették lehetővé a horgászatot. Az árbevétel kiesés jelentős részét azonban elsősorban a megyei szövetség által kezelt vízterületek csökkenése okozta, a jövőben ezek pótlására törekszik a horgászegyesületeket tömörítő szervezet. Az alapszabályunkban is benne van az, hogy a megyei horgászszövetség a vizek halászati jogának a megszerzésére törekszik, és jelenleg is ki van írva egy vízterület, a Roldi víztározó, február 25-ig lehet rá benyújtani halászati jog elnyerésére vonatkozó pályázatot, ezt a megyei horgászszövetség meg fogja pályázni, tehát jelenleg elkészítés alatt áll az elszükséges pályázat. A konzultáción azt is elmondták, a megyei horgászszövetség szorosabb együttműködést tervez a leveleki önkormányzattal a helyi víztározó hasznosításával kapcsolatban.